mondja, hogy megcsalt. De kivel? Ezt kérdezem én. És mikor vagy mióta? Ezek után hogy higgyek el neki bármit is? Na, a legrosszabb, hogy még így sem haragszom rá is, tudod miért? Miért? Mert így végre észhez tértem. Eddig egy rettentő hosszú álomban éltem. De és a felébresztett ebből az álomból. És miről szólt az álmod? A naívságról. Az ostobaságról. Arról, hogy elhitett magaddal dolgokat, és úgy viselkedsz, mintha azok úgy is lennének. Beleéled magadat. A valóságot nem is nézed. Dél a ködben kóvályogsz. Tudatosan, mégis öntudatlanul. És most, hogy felébredtél? Azzal, hogy felébredtem, egy új álom kezdődhet. De ezt az álmot már valóságnak hívják, így kétszeresen is meg kell ragadni a lehetőségeket. Hogy tetszik a fegyverem? A táska helyén van, csak éppen fordítva van. Minek neked fegyver? Ez a kis Adonis. Okos lehet, nem? Ha téged így kijátszott. Szóval játszani is tud? Az addig jó dolog, amíg nem a nejemmel teszi és az orrom előtt, nem igaz? Úgy kicsit veszélyes. Talán dacol a veszéllyel. Annyira szereti őt. Szerintem nála ez nem Eysánról szól. Sőt, inkább arról, hogy tőlem elvegyen valamit. Nem is. Egyedül arról szól. Ki akarhatná ezt? Így belegondolva... Mondjuk te! Még jó, hogy felébredtél, Jenkins. De ha már a táskát észrevetted az előbb, a tényeket is láthatnád. Miért ne? Simán elképzelhető. Tegyük fel, hogy te vagy a hunyó. És épp rád fogom a fegyvert. Mit mondasz? Hogy mászol ki ebből? Könnyedén. Először, ha el akarnám tőled szeretni Eysánt, gondolkodás nélkül megtehetném. Anélkül, hogy te bármit reagálhatnál. Ha én Eysánt akarnám, így lenne az enyém. Jó vagy, érted a dolgodat? Az asztalnál méltó ellenfél vagy. De hogyha nőkről van szó, ott esélyed sincs ellenem. Azt mondod, rögtön lelőnél. Az égvilágon semmi akadálya. Jaj, ez leszámítva. Tessék. Ha már lőni akarsz, nem árt hozzá a golyó. Amúgy se te voltál az első tippem, haver. Hová mész? Kiiktatom az első tippemet. Elkísérsz? Még jó. De csak azért, hogy ne csinálj hülyeséget. Abban maradtunk, hogy velem vagy. Akkor bármit csinálhatok, nem? Feltéve, hogy visszaengedsz ide. Na, számlát kérem. Minden nap ott ül, rejtvényt fejt, meg a tőzsdét figyeli. Milyen konkrétumot tudsz? A tegnapi repülőn, amivel Eysán el akart menni. Ő el is ment. Ezt kimondta, az utaslistát nem adják ki senkinek. De én nem senki vagyok, hanem Genghis Atai. Nézd csak meg! Igen, két sorral mögötte ült. És aztán... Genghis, komolyan kezdesz bekattanni. Ez pedig az árverésről van. A telefonos licitálók. Igen, és? Mesut Süre. Régiségkereskedő. Mi furcsa van ebben? Véletlen volna. A kettő mondjuk lehet. De akkor itt van ez. Így már egy kicsit sok a véletlenekből, nem gondolod? Van olyan ember, akit te nem figyelsz. Ő nem csak egy ember. Ő Eysán Atai.
Dzsengiz, elég volt. Gyere, menjünk a dolgunkra. Van fogalmad róla, mit küzdöttem azért, hogy megkapjam Eysent? Hogy miről mondtam le, miket kockáztattam, tudod te? Én őt mindenkinél jobban szerettem. Jobban, mint Ömer? Ezerszer jobban, mint Ömer. Hiszen elnyertem tőle, és megérdemelten. Erre jön ez. Egy akárki, és le akarja csapni a kezemről. Az a legkevesebb, hogy kitépem a beleit. Még az sem biztos, hogy ő volt. Előbb ezt derítsük ki. De ő volt. Tudom. Vagy ha nem ő, akkor az a másik még nálam is ravaszabb. És még mindig tart a dolog Eysennal. Akkor viszont... Nagyon csúnyán legyőzött engem, és igen, megérdemli azt a nőt. De attól még megtalálom, előkerítem, bárki is legyen az, és elszámolunk. Meglátjuk, ki a keményebb. Hallod te, hogy mit beszélsz? Ha ezt komolyan gondolod, én biztosan nem fogom engedni. Aj, és mégis, hogy akarsz megállítani? Ha kell, erőszakkal. Mit gondolsz, miért hoztalak ide téged? Ha nem hozol, akkor is jöttem volna. Na, ez az. Azért hoztalak. Mert egyedül te tudtál volna megállítani engem. Ne csinálj ostobaságot. Még csak társak vagyunk, de könnyedén bűntársak is lehetünk. Úgyhogy te ne legyél hülye. Maradj itt. Ja? Dzsengiz. Dzsengiz! És még riasztóbb egy hazugságokból font kötélbe kapaszkodni, miközben az igazság hegyét akarja megmászni az ember. Dzsengiz! A legjobb karját. Isztambul 2010. Te pedig segíteni fogsz nekem, vagy itt van vége a barátságunknak. Térj már észhez, ember, oldozd el. És ha eloldozom, úgyis megtalálom. Dzsengiz, kihívom a zsarukat. És mit mondasz, hogy van egy hulla a lakásodban? Az érdekes lesz. Figyelj ide, mi van, ha nem is ő az? Ha valaki más legyeskedik Eysen körül, megölnél egy ártatlan embert. Biztos, hogy ő az. És be is fogja vallani. A valóságnak rengeteg arca van. És mindig a sajátunkét a legnehezebb felismerni. Rendben. Egy óra múlva ott vagyok. Kamila, közelben vagy? Akkor nagyon figyelj. Miért nem veszed fel, ha hívlak? Vásárolnom kellett. Jó nagyot ütöttél, hallod-e? Muszáj volt, hogy valóságosnak tűnjön. És ahogy mondják, ha valami valódinak látszik, akkor az a visse. Igazam van, szép öcsém. Lelkiismered. Jól érezted, hogy ezeltől csak így tudhatunk meg valamit. És abból, ami az arcára van írva. Színészkedhet itt akármennyit. Minden ott van rajta. Mint annak idején Ömerén. Ha ő van a háttérben, nem hagyja majd, hogy más büntessenek meg helyette. Igen. Kicsit tényleg olyan, mint Ömer. De még nem sétált bele a csapdába. Ha ő tette, még mindig nem hibázott. Leszámítva azt, hogy Mesut barátunk bizalmába próbált férkőzni. Nem baj. Ami késik, nem múlik, Dzsengiz. Lásd a pénzemet. Pláne ilyen verés után. Ez a munkád, Kerim. A főiskolán valahogy nem erre készítettek fel. Szóval kifizetsz? Neked bevallotta, ugye? Mit mondott? Pillanat.
Szia, életem, épp egy munka megbeszélésen vagyok. Ahhoz adnék neked tanácsokat, Kerén. Viselkedj természetesen, ha megy. Égfolyam eső. Akkor okos gyerek vagy te. Nem csinálsz hülyeséget. Jól van, szívem, akkor mondd gyorsan. Én nem vagyok fenyegetőző típus, csak Dzsengis szavaira utalnék, amit a családodról mondott. Az nagyon könnyen meg is valósulhat, ha nem vigyázol. Rendben van. Hozok. Felírtam. Hogy mit mondott? Én is vártam, hogy bevallja. De nem tette. Semmit? De beszélt. Beszélt vele, tudom. Igen, azt mondta, ha bevallom, akkor megölsz engem. Amúgy, ha engem kérdeztek, szerintem nem ő az emberetek. További szép estét. Ezzel elintéztem, még jókor szóltál. Az utolsó pillanatban, Kamil. Dzsengis nagyon rossz. Ma reggel vásárolni volt. Egy luxus helyen, ami nála végül is normális. Csak hogy nem magának vásárolt, hanem annak az embernek. A közelben vagy, Kamil? Akkor figyelj nagyon. Ha a fickó lement, tapadj rá, kövesd, amíg tudod. Azzal, hogy nem rögtön hazament, egyértelművé vált, hogy az egész csak játék volt. Megszervezték. Emberre gyanakodtam volna. De hogyha nem ő, akkor ki? Ki szórakozik velem, vagy mi folyik itt? Ki lehetett is annál? Ne haragudj, te fú! Téged védelek. Kamil, visszamegyünk. Menj le, ahol tudsz. Mi az? Mi történt? Semmi jó. Várj, így jó, ne mozog, ne mozog! Na? Hagyd már a hülyeségeiddel! Egyáltalán mi a francnak fényképezgetsz? Most ennyire kiakadtál ezen? És mert már tudod, milyen érzelmes ember vagyok. Szeretem megörökíteni az élményeket. Jó lesz visszanézni, ha majd elválnak útjaink. Nyögd már ki végre, hogy mit akarsz, Ali. Van egy kis problémám. Várj, hadd találjam ki. Sok neked a kaszinó, és visszamennél a biztonságiakhoz. Jó, ezen nem újjon. Megoldjuk? Nem. Nem nyert. Inkább segítek egy kicsit. Ővel kezdődik, és mer a vége. Középen pedig van egy mondat. Eljött, hogy bosszút álljon rajtunk. Hogy ömer? Nem. A nagybátyja. Nem mondod? Minden tud rólunk. Még a kazettáról is van másolata. Ne! 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 Nyugi, ne félj! Nem használja fel. Miért? Mert nem az a célja, hogy téged vagy bármelyikünket börtönbe juttasson. A fickó előbb ki akar semmizni minket. Majd szerintem csendben megölni. Igazad van, tényleg nincs mitől félni. Nem hiszem el, Ali.
Ennek tényleg soha nem lesz vége. Ez az ömer mizéria lesz a vesztünk. Figyeld meg! Ez meg minek jött ide? Én hívtam. Baj? Talán nem bízol benne? Ugye ezt most viccnek szántad? Persze, hogy nem bízom benne. Helyes. Én se tanácsolom. Különben hamar szétrobban a triumvirátus. Itt maradjunk veled? Nem, nem kell. Telefonálok. Hogy vagy, Ali? Rég nem láttalak. Már majdnem hiányoztál. Te is nekem ezzel rettenetesen. Épp most meséltem Csengiznek a fejleményeket. Melyeket is? Azt, hogy egy elég veszélyes ürge szállt rá az én barátomra. Mennyire veszélyes? Nagyon. Egy mocskosul rossz ember. Egy született csaló. Egy simlis féreg. Egy olyan ember, aki... Azon se lepődnék meg, ha hallaná, amit most beszélünk, így hárman. Ali! Nyugi, Csengiz. Nem ezzel van bajom. Csak engem bizony zavar, hogy... Csengiznek nem lesz nyugta, amíg ez az illető a nyomában van. Nem is sejted, ki lehet, ugye? Fogalmat sincs róla. Ramiz Karaeski. Nekünk már régebben is volt vele dolgunk. Elég csúnyán átrázott minket, és ha jól rémlik, arról ezzel is tudott, vagy nem? Na és? Mit akarsz ezzel mondani, Ali? Mondjuk azt, hogyha mi hárman összefognánk, akkor még Ramiz Karaeski sem állhat az utunkba. Ezt most borítékolom neked. Ali, állj már le! Miért foglalkozna ezzel az ilyen ügyeinkkel? Azt sem tudja, hogy miről van szó. Mi a fenéért szállna be egy ilyen játékba? Minek? Mert ha nem teszi, akkor lehet, hogy ő is rosszul jár. Azt kell, hogy mondjam ezzel. Ebben lehet némi igazság, még ha elsőre őrültségnek is tűnik. Mit gondolsz? Azt, hogy én nem hagyom magukra az üzlettársaimat. Már csak azért sem, mert nélküled hogy vinném tovább a hotel dolgait. Nagyszerű. Akkor találjunk ki egy jó tervet. Menjél vissza, Csengiz, nyugi! Ezt kivételesen úgy csináljuk, ahogy én mondom. Ahogy te mondod, Ali. Kitaláltad, hogy te leszel a csapat esze? Tudom, hogy nem sokra tartotok engem. De ne felejtsétek el azt az apróságot, hogy én már egyszer szembe kerültem ezzel az emberrel, és talpon maradtam, ugye? Nem így volt? Akkor ezt megbeszéltük. Rendben van, főnök. Hallgatunk? Először is. Az öregnek mindenhol vannak emberei. Ezért hármunkon kívül senki sem tudhat erről az ügyről, jó? Ha valakitől információt várunk, magunk megyünk érte. És azt tudjuk, hol van most a vénember? Valószínűleg Eminönőben az egyik irodájában. Igazán nem szeretnék kötekedni, Ali. És eszemágában sincs lebecsülni a szervező készségedet. De miért nem mész el akkor abba az irodába? Az öreghez. Várt téged, vagy csak úgy jöttél? Mert már megpróbáltam egyszer-kétszer. És eddig nem nagyon jött össze a dolog. Akkor most hogy tervezed? Tervezzük. Tervezzük ezzel. Ne akard már az elején kivonni magad ebből. Együtt tervezzük. Méghozzá azt, hogy kicsalogassuk onnan. Ha ennyire bevédte magát a fickó, akkor nyilván van neki mitől tartania. Nekem megvannak a szükséges kapcsolataim, akár az utcáról is. Te szóra tudod bírni az embereket. Ki tudod belőlük szedni az információkat. Ezzel pedig képes mellénk állítani őket. Thank you.
voltál te eddig ilyen körültekintő, Ali? Mi ez a nagy változás? Egyfelől én is tanulok a hibáimból. Másfelől rájöttem, hogy ezt a játékot, amit az öreg elkezdett, más is be tudja fejezni. Bátorságommal, a te ravasságoddal és a te hatalmaddal. Így hárman. Jamie? Szerinted van nála esélyem? Bejönnék neki? Van-e? Hallhattad, hogy epekedik utánad. Te meg mit röhögsz, rossz zsarú? Mi a franc? Mi lesz itt? Rock koncert? Ja, igen. Elfelejtettem mondani, hogy ez a Candidali elég óvatos ember, mióta összerúgta a port Ramizzal, ide zárkózott be. Állítólag évek óta ki sem mozdul innen, de ami nagyobb baj, hogy bejutni sem egyszerű hozzá. Akkor mi hogy jutunk be hozzá? Mit gondolsz, téged miért hoztalak ide magammal? Menj és próbálj meg beszélni vele. Gyerünk! Kizárt, hogy nincs otthon. Jó estét, én Cengiz Atay vagyok, azért... Az én lottojötösem címbara. A szabadulásom erről a helyről, a kilépő. Figyeled, milyen szövegeket nyomatag. Mert ha elintézzük neked rám ízt, előbújhat mi. Majdnem. Mert ha átadlak titeket az öregnek, talán megbocsát nekem. Jól tudom, hogy nagyon keresitek. Ami kellemetlen, hogy ő is titeket. És úgy hallottam, ahogy az előbb a lovamat, őt is eléggé nyugtalanítjátok. Mi meg azt hallottuk, hogy érted se nagyon rajong. Nem mondom, hogy oda van értem, de nálatok jobb helyen állok. És te? Téged még nem ismerlek. Ugye ezek nem a barátaid? Nem. De igen. Vagy annyira a barátjuk, hogy együtt is haj velük? Most légy okos, Cengiz. Ha már ilyen szépen behoztál, ki is vihetnél minket? Jókor mondod. Közülünk nem én vagyok az, aki az öreg útjában áll. Golyót nekik. Nem, várjatok, várj! Figyelj! Tudom, hogy higgadt ember vagy, de ennyire most ne legyél rossz. Gyönyörű, szép Isztambul, jószág, 2001. A tiéd, ez a tiéd, barátom. Köszönöm. Köszönöm, bátyám, nagyon. Jó, köszönöm. Jó. Ez a Candidali valaha
Nagyon jó zsoké volt. A legkomolyabb versenyeken indult és nyert. Csak hát ugye a pénz az ő eszét is elvette. Súlyos adósságokat szedett össze, és emiatt ketté tört a karrierje. Mindenét elvesztette. A hitelezői őt ugyan megkímélték, de a kedvenc lovát nem. A szem előtt vágták át szerencsétlen páratorkát. Érthető módon azóta sem ült lóra. Amit még kibírna, de a szeretetet is kiölték belőle. Talán még nem egészen. Na most ilyen jót teszel vele. Vele is. De elsősorban magunkkal. Egy embert azzal tudsz hosszú távra lekötelezni, amit a legjobban szeret. Mert azt feltétlenül viszonozni akarja. Csak érezned kell, hogy mikor jön el az ideje. Kandirali! Kitaláltad már, mi lesz a ló neve? Ami a másiké is volt. Asenának hívják majd. Asena? Oh, jó ötlet. A lóra. A lóra fogd a fegyvert. Menj! Ne, mit csinálsz? Állj meg! Ezt megint honnan tudtad, barátom? Olvastam egy könyvben. Csak hogy a kölcsönös tisztelet meglegyen, Kandirali. Mint láthatod, mi sem ma jöttünk le a falvédőről. Elég hamar képesek vagyunk megtalálni a másik gyenge pontját. Jó, de nem kell, felfogtam hajdőt, nyugodj meg, kislány, nincs semmi baj, ne félj! Ramiz bátyán kis halandó ember. Így neki is, mint minden embernek, van gyenge pontja. Jól mondom? Így van? Nem tudom. Semmit nem tudok róla. Arról azért csak tudsz mesélni, hogy az öregnek meghalt mind a három gyereke. Annyit tudok, hogy amikor ez történt, teljesen összeomlott. Aztán egy nap magához hivatott. Akkoriban eléggé bízott bennem. Úgymond a jobb keze voltam. Az újrakezdésről beszéltünk. Öt ember maradjon. A többi tüntest el. Meg lesz, bátyám. Aztán keres nekem valakit. Ne közülünk valót. Olyat, aki még tiszta. Nem mocskolódott be. Az öregnek megvolt a terve. Csak ahhoz odakint kellett valaki. Elmondta, hogy ki. Én pedig szállítottam. Hogy hívták? Mi volt a srác neve, akit vittél? Ne állj le, Kandirali, mert még megijedek. Folytasd a mesét. Meghoztam, bátyám. Egy Kerim nevű barátom volt az. Az öreg néhány könyvet rakott elé. Olvasd el ezeket, menj! Mi történt ezzel a Kerimmel? Csúnya baleset érte. Pár napra rá egy újabb embert vittem az öreghez. De őt hamar áthelyezték, így nem sokat tudtunk meg róla. Csak később, amikor szabadult, kiderült, hogy családja van. A lényeget mond, Kandirali, ne a fél életedet! És aztán? Utána mi történt? Utána... találtam neki egy harmadik srácot is. Naív gyerek. Olyan, amilyet akartál, bátyám. Azt mondja, ártatlan. Mi itt mind ártatlanok vagyunk, nem? De őt felültette. Mi sem önszántunkból jöttünk. Folyton csak azt kérdezi, hogy miért. Nem is fogolja, hanem egy roncs, komolyan. Hidd el, ő lesz a jó. És a bosszú? Szeretne bosszút állni? Egyértelműen. Sőt, azt mondanám, már csak ez élteti. De nem tudja a módját. És a tűz? Ott van a tűz a szemében? Nézd meg magad, bátyám. Csak igyekezz, mert durszon. Már feni rá a kését. Ha ez a gyerek megfelel nekünk, akkor itt nem lesz kaszabolás. Ömer, gyere ki! Eleget dolgoztál. Kimehetsz egy kicsit.
Szívj egy kis friss levegőt az udvaron. Ő kell nekünk. Ömer. Ömernek hívták. Mire akart használni ezt az Ömert? Egy leszámoláshoz, de ne kérdezz kiket. Mi lehetett a célja? Nem tudom. Lőd agyon! Ne csináld, elmondtam, amit tudok! Engem nem tudsz becsapni, kandirálni. Kell, hogy legyen egy adó a kezedben, különben már rég nem élnél. Mi az a kártya? Akkor inkább ölj meg. Ali, lőd le azt a dögöt! Jól van, ne! Nem sokkal a fia halála után az öreg kapott egy levelet, amire még aznap ő maga válaszolt is. Nem láttam, mit írt, az sem, hogy kinek szólt a levél, de az biztos, hogy a levél után kezdődtek el a leszámolások. És esküszöm, ennyit tudok. Hagyjátok a szelát, jó? Az a levél, Kandirali, nálad van. Így igaz. Akkor add ide szépen. És békén hagyjuk a lovadat. Nem akarok bocsánatot kérni tőled, mert amit tettem, szerelemből tettem. Más kérdés, hogy emiatt nem lettem jobb ember. Ahogy jobb apa sem. Egy apa azért apa, hogy megvédje a gyermekeit. Egy apának ott kell lennie, ha a fiai szorult helyzetben vannak. Basszus, ez meg lelépett! Egy apának kötelessége akár az életével is felelni a fiaiért. Egy apának tudnia kell meghalni a gyermekeiért. Nem fordítva. De ettől függetlenül nem szabadna még egy gyermeket vállalnom. Ám ez a gyermek már itt van, megszületett. Megtaláltuk. Éppen ezért távol kell tartani tőlem. Azt a gyereket sem én, sem az ellenségeim nem találhatják meg. Nem maradhat felügyelet nélkül. Minden lépését vigyázni kell. Azt a gyereket a szerelmem, az életem árán is meg kell védeni, és meg is fogjuk. Éppen itt vagyok nálatok, barátom. Azért, ha valamit szeretnétek rólam tudni, azt leginkább tőlem halljátok. Javaslom, igyekezzetek, hogy még legyen hová jönnötök. Jövünk, öreg. Ne aggódj. A kaszinóban van, és minket vár. A rohadt életbe. Neked is mondtam, hogy nem kell tőle bejedni. Ő is csak egy ember. Ugye ezzel? És hála a levélnek, mi vagyunk lépés előnyben. Így van ezzel? Kezdődik az utolsó menet, bátyám. Innentől ez már az én dolgom, Ali. Elment a józan eszed. Egyedül akarsz elbánni vele. Az öreg téged még így is ketté harap, aztán meg kiköp, mint egy rágót. Látod, pontosan erre vagyok kíváncsi, Ali. Ha te ránézel, ma is egy hőst lát benne. Én viszont csak egy meggyötört embert. Maradj idekint.
Hadd ismerjen meg engem is, amíg még megteheti. Ezzel? Remélem, drukkolsz nekem. Játszunk egyet? Amit én most játszanék, abban te még nagyon-nagyon kezdő vagy, barátom. Nincs és soha nem is lesz meg a bátorságod ahhoz, hogy azt tedd ki az asztalra, amit én elnyernék tőled. Látszik, hogy még egyáltalán nem ismerjük egymást, Ramiz uram. Én ugyanis bármit hajlandó vagyok az asztalra tenni, ha azon múlik. Ne, várjon még, egy kis ízelítő. Látja, én ennyire szeretem ezt a játékot. Hogy maga helyett is megadom a tétet. De persze nem akarom kierőszakolni, hogy játszon. Ugyanis őszintén megértem, ha nincs elég mersze. Azt kitenni az asztalra, amit én elnyernék. Folyamatosan mindenki csak kihasznál. Milyen érzés ez? Nagyon jó érzés ezen. Talán a legjobb érzés ezen a világon. Amíg rá nem jössz, hogy kihasználnak. Mert akkor? Nincs akkor. Azzal vége is a dalnak. Kiderül, hogy az egész egy hazugság volt. A gyerek csodálatos dolog. Nekem is van egy, most 10 éves. Szeretném, ha sikeres ember lenne, és ezért mindent meg is teszek. Önnek van gyereke? Bátyám. Jaj, 3 is van, ugye? Vagy volt? Illetve nem? 4. Az adott elfelejtettem. Ömer mesélte odabent, hogy te egy igazi pokolfajzat vagy, Dzsengisz komám. És igaza volt. Tényleg van benned valami félelmetes. De hát, ha jobban megnézlek, még messze vagy attól, hogy velem vetekedj. Komolyan gondolod, hogy lehet bármi esélyed ellenem? Hány éves is Azad? 20 éves. És ha jól sejtem, maga még soha életében nem látta. Vagy tévedek? Amikor Ömer rólad mesélt nekem, egy-egy unott pillanatomban sohasem őt, hanem téged sajnáltalak. Téged. És miután szóba került a baráti társaságod is, engedd meg, hogy összegezzem a rólatok hallottakat. Ti olyan emberek vagytok, akik bármit tehetnek az életben, soha nem lesztek képesek nyerni, akárhogy is erőlködtök. Mert vesztesnek születtetek. Különösen te, és ezt már többszörösen be is bizonyítottad, kisfiam. Azzal, hogy Eishant és a legjobb barátodat is sikerült elveszítened. Külföldre hozatta vissza az adat. Emiatt volt az óvatosság. Ali jól érezte. Hazahozatta, és azóta is őrzi. Nehogy a közelébe férkőzzenek, de örökké nem bújtathatja. Elárul a tekinteted. Tudod, azoknak remeg így a szemük, akik belül rettegnek valamitől. Menj, ha gondolod, tölts magadnak egy italt, jó? Attól talán megnyugszol, és ez a remegés is elmúlik. Ahogy nő a tét, te egyre kisebb leszel a szememben, barátom. Azt hitte, jól elrejtette Azadot. Csak hogy én megtaláltam. És amíg mi itt beszélgetünk, Ali lassan oda is ér hozzá. Igaza volt, ez egy másfajta játék. Igen,
Annyiban, hogy a felét odakint játsszák. És mit gondol, Ali mit fog tenni, ha megtalálja azt a gyereket? Ha már így elkezdtünk személyeskedni, barátom, tovább folytatnám az észrevételeimet. Te, amikor hazudni próbálsz, akaratodon kívül is eldőlsz egy kicsit balra. No. Na, ahogy látom, neked két ászod van. Az bizony jó lap, de a te esetedben nem annyira, hogy meg tud játszani. Ugyanis nem tudsz megfelelően összpontosítani, ezért fogsz ezzel is veszíteni. Igen, az kevés, ha az ember mindig csak nyerni akar. Nem érdekel. Nem érdekel a legendája. Nem érdekel a bátorsága, az ereje, az esze, a bölcselkedése, egyik sem érdekel. Mert én ebben a játékban mindenkit legyőzök, és tudja, hogy miért? Mert nem érdekel senki, semmi. Amerre akar emlékeztetni, nagy évben teszek rá. A nőről mesél, akivel szerelmes vagyok. Az is idegen hagy. Eljátsza, mintha a vesénbe látna. Abszolút nem érdekel. Én nem Ali vagyok. Én nem Ezel vagyok. Én nem Ömer vagyok. Én ebben a játékban minden alkalommal azért nyerek, mert nem lehet elvonni a figyelmemet, míg a magáét igen. Könnyedén. Blöffölnék azzal, hogy tudom, hol van a drágalátos gyereke. Igen. Az is lehet. De ha mégis tudom, mi van, ha még én itt csendben lefoglalom magát? Őt már régen megtalálták. Megverték és átadták az ellenségeinek. Akik a jóisten sem tudja, mire használják majd fel, hogy az én érdekeimet szolgálhassák. Kezdi már kapizsgálni? Azt, hogy te valójában milyen ember vagy? Igen. Sajnos. Mit mondtam, miért is fogom én mindig legyőzni ennél az asztalnál? Mert semmi nem érdekel a játékon kívül. Hallja, semmi a világon. Ezért vagyok én jobb. Eljuthat erre a szintre. Maga is. Ezt pontosan tudom. De addigra késő lesz. Mert Azadot is elveszíti. Ahogy a többi gyerekét. Ez a helyzet. Tudom, hogy ön akart bosszút állni értük. De Ömerrel kicsit elszámolta magát. Bármilyen jól tervezel, bármilyen fantasztikusan is játszod a szereped. Az élet minden alkalommal legyőz. Én gazdag lennék. Igaz. Várjál most, hogy is van tovább? Az emlegetett szamár. Újabb tökéletes időzítés. Hogy tudsz így ráérezni? Éjjel-nappal temetném a munkát. De figyelj, szerintem ez nem így van, nem? Nézd már. Milyen szépen összegyűlt a kis család. Kedves Aishan, hogyan tudnál nekem megbocsátani? Mondd meg. Úgy, hogy elviszed Jant az iskolába, ha nem tudnád ma lesz a koncert. Jó, van. Elviszem, semmi gond. Cengiz,
Ebben az állapotban inkább ne vitt sehová. Ja, igen, így nem... nem lenne valami okos dolog. Maradok itt. Tefik, ha megkérnélek. És persze, ha Alinak nincs ellenvetése, elvinnék Jant? Nagyon szívesen. Inkább be sem mennél oda, mi? Akkor csináljuk azt, hogy anyádéknak megmondjuk, hogy rendben beértél a suliba. És inkább eljössz velem, jó? Van egy-két dolgom, azokat elintézzük, aztán amikorra kell, addigra hazaviszlek. Tőlem! Jól van. Szeretetet adhatunk, sőt, adnunk is kell neki. De a gondolatainkat nem ültethetjük beléjük, hiszen minden gyermeknek saját gondolatai van. Akkor tiszta sor, ugye? Ha az apádnak elmondod, engem eleve nem megnyúznak. Nem mondom el, megbízhatsz bennem. Bízom is. Ő ott ki? Senki. Nincs ott senki, jó? Te most a suliban vagy, és éppen zenélsz. Gyere, gyere! Gyere bátran! Fogtál már halat életedben? Gyere! Tudod, hogy működik ez a szerkezet? Onnan is tudnád. Na, figyelj, mert csak egyszer mutatom. Pillanatok alatt kiderül, milyen szerencsés vagy a halaknál. Na fogd! Támaszd be a botot ide a hónod alá, tartsd erősen és ne billegesd. Szépen, egyenesen, közben pedig elkezded lóbálni. Ma sok hal van, egy biztos horogra akad. Ott is van, nézd csak! Már piszkálja! Oh. Ez a gyerek még a sírból is képes megátkozni. Na, hogy iszom. Ne vicceljenek, semmi köze Ömerhez. John most egy picikét zavart, ennyi. Eysen, te nem ismerted Mertet gyerekkorában. Ugyanez ment. Csak mellette ott volt a Mer. Akármi is ez, pontosan ugyanilyen hisztisen viselkedett. Ha ez ennyire idegesít, nem kell küszködnöd Ömer gyerekével, jó? Néha már úgy vagyok vele. A fénykép. Igazán jó kis páros vagyunk, ugye? Hogy annak egy hajaszála is megkörpül? Igen, mi lesz akkor? Miért hallgattál el, testvér? Mi lesz, ha a hajaszála görbül? Mit akarsz, Ramiz? Mindenek előtt választ kérek tőled a múltkori elodázott kérdésemre.
valami olyasmit mondtál, hogy semmi nem számít. Hogy neked most már semmi nem számít, ugye? Ezt mondtad, emlékszel? Én azóta ezen egy kicsit eltöprengtem, tudod? És arra a megállapításra jutottam, hogy azért akad még néhány dolog, ami számít nálad, igaz, komám? Megvan! John! Hogy is van ez? Még mindig úgy gondolod, hogy neked már semmi nem számít? Ne! Hogy? Ez fáj! Engedd el! Hagyd meg! Hagyd a fiamat! Ha velem van bajod, azt velem intézd el. Tőlem aztán napestig elcseverészhetünk értelmetlen dolgokról. Ne csináld, kérlek, engedd el! Korondá tézze, hozzá már nagyszerűen. De van, menj, van. Utoljára kérdem tőled, komám. Számít ez a kölyök, vagy nem érdekel? Igen, számít, számít. Megfogtál. Könnyelt érte, mocskos gazember, csak ő tenkedtel. Hallod? Te győztél. Te győztél. Az Isten merjen meg, hagyd őt. Még nem. Majd akkor győzök, cimbora, ha mostantól... Szó szerint azt teszed, amit mondok. Képes vagy erre a kölyök életéért? Igen, de konkrétan mondd meg, hogy mit tegyek. Konkrétan fél órád van arra, Csengiz, hogy elmenj a címre, amit mindjárt mondok. És Csengiz, mindenek előtt, ha szólsz a rendőrségnek, vagy bárki másnak, aki keresztbe tehet, akkor azt mondom majd, hogy ennek az alaknak tényleg nem számít semmi, ennek megfelelően is fogok lépni. Neki. Ugye leszedted? Mindjárt. Megvan. Nem tetszik ez, csináljunk valami mást. Lenne kedved eljönni velem egy klassz helyre? Fiam, elrabolta a gyerekemet. Akkor mire várunk? Szerezzük vissza. Jól mond a cimbora. Indulás, gyerünk.